Köszöntöm nézőinket, és üdvözlöm a stúdióban vendégemet, Kartner Károly önkormányzati képviselőt, a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnökét. Üdvözlöm sok szeretettel. És üdvözlöm a nézőket is, önt is. A hármas számú választókerület az öné Budakalászon. Mi az, amit fontosnak tart elmondani, először csak így nagy általánosságban az elmúlt időszakkal kapcsolatban, ami itt történt ebben a kerületben? Hát tulajdonképpen, amit az emberek nagyon vártak, és ez ilyen kiemelten kezelték az elmúlt években, és sőt az elmúlt 10 években is, ez a csatorna beruházás, ami nagy örömünkre megvalósult, és így azért utat engedett útfejlesztéseknek. Minden ez volt az alapja, hogy legyenek meg a teljes közművesítés, és ennek nagyon örült ott mindenki, a ott élő emberek. Arról nem is beszélve, hogy az ingatlanárak is egyből feljebb szöktek, ami ilyen közvetlen hatás volt, nagyon sokan fölhívtak. Voltak persze kisebb problémák, de hát ezek megoldódtak. Tehát nyilván a vállalkozó az jelezte, amikor valaki ott felásták az utat, de nem tudott bemenni a kapun. Ezek nem voltak olyan nagy problémák, de mégis azért érezhető volt néha, de a végén azért mindenki elégedett volt ezzel a beruházással. Igen, hiszen a hétköznapok ezáltal megváltoztak. A munkafolyamatok idejére mindenféleképpen hol tartanak most a munkafolyamatok? Hát tulajdonképpen a csatorna beruházás az teljesen lezárult. Még zajlanak a rákötések, nagyon sokan rákötöttek már, és ez a csomag ezzel bezárul. És ugye most már tapasztalják az ott élők, hogy elindult a Gerinc utca fejlesztése. Ez is olyan elég ütemesen zajlik, nyilván azt is látják az emberek, hogy vagy érzik, hogy mi azt közvetítettük, hogy ez előbb elkezdődik, de ezért ez sok ok miatt csúszott. Tehát akár, hogy beadtuk az elműfelé az oszlopáthelyzet, és már egy éve, és olyan lassan jönnek az engedélyek, és elég erős a bürokrácia, és ezáltal csúsztak ezek a indulás is, de hát most már hál' Istennek elindult, és én remélem, hogy most már tényleg nagy ütembe fog ez haladni. Igen, ahogy említette, nagyon nagy munka volt már az előkészítése is ennek az egész beruházásnak, ami egyébként milyen forrásból jöhetett létre? Hát ez maga a Gerinc utca az önkormányzati forrás, tehát egy saját erőből megtakarított pénzből építjük ezt meg. Hozzávetőlegesen a 4,5 milliárd forint. Azért az nem kis összeg, ami erre a város részre fordítódik most. De nem csak ez a város, nem csak ezen a város részen élők élvezhetik ennek a beruházásnak az eredményét, hanem akik esetleg máshol élnek, és nem jut rájuk annyi víz, mint korábban itt a hegyről leszúduló víz a kerteket és a pincéket elöntötte. Igen, itt elsősorban persze a Jókai utcáról beszélünk, amit csak úgy zárójelben mondok, hogy most épül ott egy járda, vagy már meg is épült, és nagyon sokan örülnek annak is, de visszatérve a csapadékra, tehát igen, rengeteg víz lezúdul a hegyről, nyilván ez egy adottság annak a területnek, ott összegyűlik arról az övárokba, és az ottani képviselőtársam is, Tanács István nagyon sokat tett azért, hogy ezt kezeljék, tehát hogy át legyen emelve a víz néha, hogyha nagyon magas a víz, akkor átemelték, de az a lényeg, hogy ez most, abba bízunk, hogy ez most nagyon fog csökkenni ez a víz mennyisége, és ezzel megszűnik ez a nagy probléma, hogy akár befolyhat a kertekbe is a víz. Úgyhogy nagyon várom azt, amikor teljesen most kiépül ez a csapadékvízelvezetés a Gerinc utcában, hogy ez milyen hatással lesz majd az alsó részekre. Én nagyon pozitív vagyok ebbe az irányba, remélem, hogy úgy is lesz. Hová tudják majd elvezetni ezt a vizet? Ez a patakba vezetődik be. Ez a víz mind a kettő, tehát a csapadékvíz az övárokból is, amit beszéltünk, a patakba vezetődik be, és ez a csapadékvíz is különböző szűrőkön keresztül a patakba vezetődik be. A pataknak ez volt a feladata, tehát amikor Budakalász kialakult, erre használták, tehát hogy a csapadékvizet elvezessék. Ugye azt gondolom, hogy vissza kell neki adni ezt a lehetőségét, hogy oda vezessük, és ne kelljen mindenféle egyéb megoldást találni. Tehát ez a legegyszerűbb, és ez a kézenfekvő.
kicsit akkor besegítenek a természetnek, hogy a maga útján folyjanak a dolgok. Hát igen, mert azért az őseink azért ezt kitalálták, és azért nem kell mindig új utakat keresni, hanem vannak jó bevált dolgok, amit érdemes úgy csinálni, ahogy az szükséges. Mikor a várható a munkafolyamat befejezése? Hát ez ugye, itt beszéltünk arról, hogy az elég nagyot csúszott ez az egész dolog, tehát több hónapot. A vállalkozó az elég ütemesen ezt csinálja, de hát már csak október közepe lesz nem sokára, úgyhogy ő azt ígéri, hogy el fog jutni, amíg lehet, addig ő dolgozik. Tehát amíg nem jönnek a -10, ilyesmik nagyon hidegek, addig dolgozik, vagy amíg az aszfalt gyárak nyitva vannak. Én megmondom őszintén, optimista vagyok, én remélem, hogy ez idén nagyjából tehát befejeződik. Biztos, hogy át fog csúszni jövőre a vége, de ez nagyjából időjárás függő. De folyamatosan fog, amikor ő lehet, akkor dolgozik, és arra törekszünk, hogy ez minél előbb befejeződjön, hogy ne legyen ott ilyen kellemetlenség. Viszont amikor kész lesz, akkor meg egy nagy öröm lesz. Fontos azonban azt megemlíteni, hogy nem csak új út épül ezen a területen, hanem járta is. Mely szakaszon történik ez? Igazából itt mondjuk a Gerinc utcában a járdával vannak az problémák, telekleadások kellenek hozzá. Ez még nagyon sok egyeztetéssel fog járni a lakók részéről. Nem könnyű meggyőzni embereket, akik nem akarnak ott még építkezni, és rávenni őket, hogy adják le a telkük végéből azt a részt, hogy megvalósuljon a járda. Én bízom benne, hogy ez a jövő évben amúgy Budakalászon több járda fog épülni, tehát ezek most terve vannak, hogy Budakalász a 2019-ben a járdaépítések éve lesz. De ott még ki kell ennek alakulni, ennek a telekleadásnak. Meg fogjuk keresni a lakókat, kicsit kampányolunk is, és próbálunk majd rávenni őket, hogy tehát tényleg úgy alakuljon ki ez a terület, hogy igen, kell a járda. Igen, és élhető legyen ez a része is. És élhető legyen. Egy kicsit arra kérem, hogy meséljen nekem arról, hogy milyen visszajelzések érkeznek. Nem csak most itt a Gerinc utcára gondolok, hanem így az egész területre, a választókerületre, így az elmúlt időszakkal kapcsolatban. Mi az, amikkel megkeresik Önt? Ugye ez az én választókerületem az majdnem Békástól Ürömig tart. Van egy szerencsésebbik része a Damjanich utcának a bal oldala, ahol már kialakult utak vannak, három utat újítottunk föl az elmúlt években, Diófa, Zöldfa, Kilátó, úgyhogy ott ez egy nagy öröm volt. Tehát ott is, mikor ezt elkezdtük, akkor mikor én oda mentem, és mondtam, hogy ezt meg fel fogjuk újítani, akkor mindenki mondta, Ák Altner úr, úgyse lesz ebből semmi, meg az emberek szkeptikusak voltak, és mikor látták, hogy ez megtörténik, és elkezdődtek az útépítések, akár a Diófa utcával, akkor úgy mindenki úgy megkönnyebbült, és egyből kirakták, hogy kisgyerekkel vagyunk, lassítsanak, és akkor kérték azt, hogy ilyen lakóövezetes táblákat rakjunk ki, megtettük. Tehát ez a része Budakalásznak, vagy az én választókerületemnek, ez a rendezettebb része. Nyilván ott is még lehet járdákat felújítani, mert az úttest az most éppen rendben van, de én is arra törekszem, hogy ott a járdák megújuljanak. A másik része a Berdódülő, ami ugye ezzel a beruházással, a csatornával, úttal, ez most egy nagyot lép előre, de a megközelíthetőség, a Felsővár utcának a kiszélesítése, ez nagyon fontos, ezt tervezzük a jövőre, vagy a utána közelítő, tehát hamar, nem akarjuk elhúzni, hogy legyen, most a Kálvári utca megépült, de legyen legalább még egy út, ahol ezt jól meg lehet közelíteni. Amúgy a Berdódülővel kapcsolatban ott bőven van tárháza a fejlesztéseknek. Ugye most megépül egy alsó út, fölötte van a Gyümölcs, a Sugár, Keskeny utca, ezek még mind ilyen elhanyagolt területek. Tehát azért van a következő években is kihívás, ott el lehet dolgozgatni, hogy rendeződjön, és nekem is ez a célom. Tehát nem áll meg ez az egész dolog a fejlesztés a Gyümölcs utcával, hanem megy fel a Bodza utca, a Gyümölcs nyilván, hogy megyünk kifelé Budakalász belső részéből kifelé, és szeretném, hogy ezek megvalósuljanak akár jövőre a Kálvári utca folytatása, mert ott ugye most egy nagy darabig nagyon szép a Gyümölcs utcáig, és utána meg szinte járatlan, és egyre több ember kiköltözik, mint ahogy jellemzően Budakalászon.
azért nagyon sokan megkeresik, és fiatalok, kisgyerekes családok, és úgy látom, hogy szívesen vernek gyökeret. Tehát az a része Budakalásznak, azért ott van még mit tennünk. Azonban most arra kérem, hogy meséljen egy kicsit a településfejlesztés és környezetvédelmi bizottság elnökeként is az elmúlt időszakban végzett munkájukról. Hát ami egy ilyen nagyobb falat volt, és nem sokára elfogadásra kerül ez a HÉSZ-nek a módosítása. Itt is voltak lakossági kérelmek, az önkormányzatnak is voltak javaslatai, és így egyeztetve a mérnökökkel, a megbízott mérnökökkel ez így alakul. Igazából erről bővebben majd akkor beszélnek, ha már elfogadtuk, mert azért még csiszolódik, még vannak egyeztetések, de már most is lakosok megkerestek egyes területekről, amire azt mondtuk, hogy igen, ezt rendezni kell, tehát mert az utca szélesítéskor majdnem elvész egy telek, és azt senki nem akarja, hogy ez problémás legyen. Tettünk egy javaslatot ott egy kis tömbbe több lakónak, hogy ez rendeződjön, és pont a minap hívtak, hogy akkor egyeztetnek a főépítész úrral, és akkor ez már beemelésre kerül a helyi HÉSZ-be. Tehát én mindig olyan arra törekedtem, hogy gyakorlatilag is működjön minden, ne csak a papíron. Tehát hogyha egy rendelet is született, amit a bizottság támogatott, átnézett, akkor voltak a település kézikönyv, nem is tudom, én is átnéztem, és akkor lehessen építeni olyan kis tetőre, kutyaólat, vagy ilyesminek hívják, tehát ilyen apróbb dolgok, de olyan, ami az embereknek gyakorlatilag szükségük van. És vagy a környezetvédelmi rendeletben is rengeteg minden volt. Én átolvastam, javaslatot tettem is, vagy nem is tudom, 26 részen javították, és az mind arról szólt, hogy betartható legyen, ne hozzunk olyan rendeleteket, amit nem lehet betartani, mert én szerintem az értelmetlen. Tehát csak olyat, ami gyakorlati, és igazából azért megkönnyíti a budakalászó lakók életét. És ami könnyen kivitelezhető mindenkinek. És ami így van. Tehát ami átlátható, és nem kell rajta egy fél órát gondolkodni, hogy most miről szól ez, mert olyan bonyolultan van megfogalmazva. Tehát azok a rendeletek, ami a bizottsághoz kerül, az is nyilván amúgy másokat is, de ehhez ez a kiemelkedően én ehhez szoktam tenni javaslatokat, és be is fogadja az alkotó is, és a bizottság is ezt el szokta fogadni. Úgyhogy én azért van egy ilyen nyugodtságérzés bennem, hogy azért sok dolgot beletettem, ami megkönnyítette. Lehet, hogy nem tudják budakalászi polgárok, hogy hát igen, most ez akár említhetnénk most legutóbb a behajtási rendeletet. Nagyon sokan fölhívtak telefonon, hogy nem biztos, hogy szükség van rá, de úgy látom, megszokták az emberek. Például itt is volt egy olyan, hogy alapvetőleg 3,5 tonna volt az a megengedett tömeg, és hát végül is az én javaslatomra és a bizottság javaslatára emeltük meg 12 tonnára. Tehát ez azért volt egy jó dolog, mert ugye valaki fát hozott, vagy valami kisebb dolgot, akkor ne kelljen beletesi engedélyt kérni, az nem rongálja az utat, és mégis ez segít a lakóknak. Egyébként mennyire jellemző az, hogy az emberek részt vesznek így módon Budakalász életében, hogy nem csak lakni és aludni járnak Budakalászra, hanem el is mondják az igényeiket, véleményeiket? Hát igen, ez egy kicsit olyan furcsa dolog, de az emberek inkább a negatív dolgokat szeretik mondani, de hál' Istennek például a minap történt velem, hogy egy autós lassított, és valamit megköszönt, hogy kardonról köszönöm, hogy valamit segített. Tehát engem nagyon sokan megkeresnek, amúgy is telefonon, és megmondom, hogy szinte nem be tudok, abba segítek, mert azt gondolom, hogy azért vagyok ott, vagy azért vagyunk ott, hogy azért segítsük az ott élőket. Úgyhogy azért, tehát nem csak a rossz dolgokkal keresnek, vagy a problémákkal keresnek, meg nyilván, hogy elsősorban ezekkel, de a jó dolgokkal is. De amiben tudunk, abba segítünk mindig. Azért ez jó, hogy vannak visszajelzések az a már megtörtént munkákkal kapcsolatban is. Hát persze, azért az emberek életében ezek, amikor sárba járnak 15-20 évig, és utána majd történik valami, hogy egy szilárd útburkolaton tudnak közlekedni, azért ezek ilyen komoly dolgoknak tartom én. Arról most nem is beszélve, hogy Budakalásznak a koncepciója most már régóta, hogy nem szed hozzájárulás, tehát ez is egy nagy könnyebbség. Ugye itt most mindenki vezeti a gázt, az plusz egy
a csatornát bekötteti, az egy plusz kiadás, és ebből is próbáltunk segíteni az ott élőknek. Mondjuk ez jellemzően Budakalászon most a útfelújításokra is vonatkozik, és az útépítésekre is, hogy nem terheltük a lakókat ezekkel a költségekkel. Azért jó, hogy ilyen nagy lépésekkel haladnak előre folyamatosan. Mi az, amit fontosnak tart elmondani a jövőre nézve a tervekkel kapcsolatban? Hát ugye, hogyha most általában nézzük Budakalászt, akkor nekünk nagyon fontos, úgy nyilván, hogy befejezzük a Gerinc utcát, erről beszéltünk, de most ugye épül az új iskola, ami úgy kapcsolódik talán a hármas választókörzethez, hogy onnét is fognak gyerekek járni, túlzsúfoltak az iskolák, tehát maximum létszámmal működik a Szent István telepi is, a Budakalász is. Amúgy én nagyon jó iskolának tartom mind a kettőt, de ez egy nagy könnyebbség lesz, vagy akár beszéltünk a zeneiskoláról is. Biztos tud ő is majd ott helyet kapni, hogy valami órákat tudjon ott tartani, és akkor ott is szűnik ez a zsúfoltság. Amúgy mindenhol általában túl jelentkezés van a budakalászi iskolákba. És akkor mindig előjön ez az a kérdés, hogy budakalászi gyerekek, és ugye a környezetből is azért jönnek sokan, nyilván én is azt szeretném, hogyha, de ez is a cél, hogy elsősorban budakalászi gyerekek kapjanak helyet, és hogyha van szabad hely, hát akkor fogadjunk be másokat is. De most ez a nagy falat, ami 2020. szeptemberig majd elkészül az új iskola, ezt várjuk. Nyilván, hogy közben mennek azért az útfejlesztések, és ahogy beszéltük, jövőre a járdafejlesztések, de ez egy nagyon pozitív dolog lesz, ez megépül. Jó munkát kívánok a továbbiakhoz is, és köszönöm szépen, hogy a vendégem volt. Én is köszönöm szépen. Vendégem volt Kartner Károly önkormányzati képviselő, a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke. Még egyszer köszönöm, hogy befáradt hozzánk. Szerintem. Nézőinknek köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!